Az első hazai Európai Uniós irányelveknek megfelelő vízgyűjtő gazdálkodási tervet 2010-ben fogadta el a parlament. A terveket 6 évente felül kell vizsgálni, ezért társadalmi egyeztető konferenciát tartott a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A vízgyűjtő gazdálkodási terv a vízkeret irányelv végrehajtásának legfontosabb eszköze. Ebbe a tervbe vannak rögzítve azok az intézkedések, amely a vizek jól állapotának elérését célozzák. Ez a program arra irányul, hogy a vízgyűjtő gazdálkodási terv felülvizsgálata, tehát a 6 év elteltével ezeket a terveket felül kell vizsgálni, ennek a társadalmasítása lett volna ma a fő cél. A konferencia két kiemelt témája a felszíni és a felszín alatti vizeket érintő jelentős terhelések, azok hatása és a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság működési területén szükséges intézkedések voltak. Itt a megyében speciális helyzetben vagyunk, hiszen a nagy folyóinknak a zöme az külföldről érkezik, ezek a külföldi hatások meghatározzák ezeknek a nagy folyóknak a vízminőségét. A kisebb csatornák, belvízvédelmi csatornák helyzete viszont nem kedvező, sajnálatos módon az állapotuk azért elég rossz, nagyon sok a kiszáradó időszakos kisvízfolyásunk. A vízgyűjtő gazdálkodási terv tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyekkel a vízállapotok javíthatók.